Lupács Péter és Pavelce László érkezett a Vasvári Pál általános iskolába szerdán azért, hogy a segítségnyújtás, az újraélesztés jól bevált lépéseit megtanítsák a diákoknak. A fiatalok közül sokan már tudják, mit kell tenni, ha baj van. Bármikor megtörténhet, hogy segítséget kell nyújtanunk, és fontos, hogy mi is tudjunk segíteni mindig a másoknak. Hát azért ez durva lehet, és akkor én egy ember életét nem teszem kockára, hanem mindegy, hogy fiú vagy lány, én megpróbálom újraéleszteni. Az intézmény vezetői, pedagógusai nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy a gyerekek minél több alkalommal részt vegyenek hasonló foglalkozásokon. Lupács Péteréket a Bregyó táborból ismerem, és ott láttam az ő foglalkozásukat, előadásukat, rettentő színvonalas és nagyon szórakoztató formában tudják megtanítani a gyerekekkel az elsősegélynyújtást és az újraélesztést, és hát itt a legfontosabb szerintem, hogy tehát a gyerekek felismerjék az életnek magának a fontosságát. Egy labda és egy jó ritmusú zene a szakemberek szerint elég arra, hogy szórakoztató formában, könnyen elsajátítható módon ismerhessék meg a tanulók az újraélesztést. Egyszerűen a gyermekek nyelvén adjuk elő a segítségnyújtást, arra próbáljuk nevelni a jövő generációját, hogy merjenek cselekedni, merjenek oda menni egy bajba levőhöz, de legalább hívjon segítséget, hiszen mostanában ez a médiákban elég felkapott téma, hogy egy gyermek, egy 8 éves gyermek telefonál és az édesanyja életét ezáltal megmenti. A gyerekek szívesen vettek részt a játékos foglalkozáson. Az újraélesztés mellett arról is kaptak intelmeket, hogy ne bántsák egymást és úgy éljenek, hogy soha ne okozzanak egymásnak fájdalmat.